Egymás követik az autók a Korányi utcai hulladékudvarban. Sokaknál már hagyománnyá vált Nyíregyházán, hogy évente kétszer a telep felé veszik az irányt. A leadott szemetükért ugyanis ilyenkor ajándékot kapnak a hulladékért virágot akció keretében. A klasszikus csomagolási hulladékok kerülnek ilyenkor beszállításra. Ez a papír, a vegyes és a karton hullámkartonpapír, a PET palack, a fólia, az alumíniumitalos doboz és az italos karton hulladékok, valamint az öblös üvegek kerülnek ilyenkor beszállításra, amiért természetesen a mindenkori áron mi átveszük az ingatlan tulajdonosoktól, vagyis hát a városlakóktól. Ott jártunkkor sokan érkeztek PET palackokkal, mások kötegelt újságpapírokat hagytak a telepen, de az előbb említetteken kívül például fémet is be lehet vinni. A lényeg, hogy a hulladék szelektív, vagyis külön válogatott legyen. Ezt a rutinosak az elmúlt években már megtanulhatták, a programnak ugyanis nagy múltja van a városban. A hulladékért virágot akció alapötlete az 16 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk. Tulajdonképpen megpróbáltuk valahogy a lakosságot motiválni arra, hogy az általában az ingatlanokon keletkező csomagolási hulladék az mindenképpen bekerüljön válogatásra a hulladékudvarokba. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a szorgos gyűjtők által behozott csomagolási hulladékért egy ellenértéket, egy utalványt adunk, amit a kezdetektől fogva különböző szerződött partnereinknél válthatnak be a városlakók, méghozzá parkolóbérletre lehet a nyíregyházi városüzemeltetés vagyonkezelőnél beváltani, azután a színházban, színházi belépőre, az élményfürdőben, vagy esetleg az állatparkban, de nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezeket az utalványokat beváltsák. A helyszínen kapott bónokat az év végéig lehet felhasználni egyre több helyen a városban. A beváltási helyekről bővebben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján az eakhulladék.hu oldalon lehet olvasni. A most indult tavaszi akcióban március 23-áig szombatig lehet felkeresni a Korányi utcai hulladékudvart, itt van tartási időben.